Október 25-én meseolvasó versenyt szerveztek a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában az alsó tagozatos diákjaik számára. Ezáltal szerették volna eljuttatni a gyerekekhez az olvasás szeretetének fontosságát, és népszerűsíteni közöttük ezt a gondolatot. A versenyzőknek két fordulóban kellett részt venniük, amiből az első egy szabadon választott mese felolvasása volt, amihez bármelyik kedvencüket elhozhatták. A második forduló során már egy idegen történetet kaptak a tanulók. Nagy számban vettek részt a gyerekek a versenyen, ahol habár izgatottan, de annál felkészültebben teljesítettek. A versenyt Rudolf László nyitotta meg, majd Királyné Tamaska Tünde alsós tanító ismertette a tudnivalókat és szabályokat. A gyerekeket egy háromtagú zsűri értékelte, akik között ott volt Szabóné Drozda Orsolya az intézmény igazgatója, Rindákné Bújdos Viktória és Szentreiné Tóth Judit pedagógusok. Minden évfolyamon külön értékelték az első három helyezetet elérőket. A verseny során megtapasztalhatták annak fő üzenetét, miszerint az olvasás által fejlődhet nem csak a képzelt elő és a kreativitás, de ugyanakkor gazdagodik a szókincsünk, és a helyesírási képességeink is javulhatnak. Meg sem állottak egy szép nagy szobáig. Nem volt abban semmi más, csak egy nagy asztal, körülötte székek, s az asztal szépen meg volt terítve. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tanulók szórakoztató és motiváló rendezvények, versenyek által kerüljenek közelebb a tudás elsajátításához és a tanulás szeretetéhez.